Az elmúlt hétvégét Kassán töltötte a Marsó Nyíregyháza, amely a szlovák élvonal újoncával a komoly terveket szövegető, éppen ezért alaposan megerősített Slavia TU Košicével játszott két edzőmeccset. A folyamatosan négy amerikai légiós pályán tartó hazaiak 35, illetve 28 pontos győzelmet arattak, de a vendégek számára nem az eredmény volt az elsődleges szempont. Az látszik, hogy mi még ugye a felkészülés negyedik hetét fejeztük be, itt még azért a játékosok inkább a fizikai dolgokat fejlesztük, nem a játékos képességeket, nyilván ez majd fog változni idővel. Nekünk a célja az volt az egész hétvégi tornának, vagy a meccseknek, hogy megnézzük, hogy a külföldi játékosaink, akik próbajátékra jöttek, illetve az új játékosok, fiatalok, milyen formában vannak, mennyire tudunk rájuk számítani. A fiatal játékosainkról csak jót tudok mondani, nagyon jó a hozzáállásuk. Nyilván nekik még kell rutint szerezniük, fizikálisan fejlődniük, de abban az időszakban, amiben most járunk, abban tökéletesen részt tudtak venni a meccseken. Illetve voltak a külföldiek, akiket megnéztünk, hogy melyik posztokon tudunk játszatni. Kassán bemutatkozott a nyíregyházi csapatban az amerikai Tate Anru, aki az ausztrál bajnokság zárását követően egy rövid hazautat közbeiktatva érkezett Magyarországra. Egy edzésen tudott részt venni velünk, azt szombati mérkőzés előtti délelőttön, akkor mutattunk neki pár figurát, és a szombati mérkőzésen már játszott, úgyhogy nem volt még igazából nagyon fit állapotban, de nagyon meggyőző benyomást nyújtott ránk. Az látszik, hogy nagyon jó dobójátékos, nagyon okos lát a pályán, védekezésben is nincsenek problémái, úgyhogy csak pozitívat tudok róla mondani. A 25 esztendős kosaras első benyomásai pozitívak új állomás helyével kapcsolatban. Nagyon izgatott vagyok a lehetőségek miatt. Ez eddig a legprofibb csapat, amelyikbe jártam, és meglepően sok ember beszél itt angolul, úgyhogy jól érzem magam. A nyíregyháziak ezen a héten 10 edzésen vesznek részt, a hétvégén nem játszanak meccset, a jövő hétvégén viszont visszamennek Kassára, ahol egy négy csapatos tornán lépnek majd pályára.